immár másodszor rendezték meg a kétnapos fit parádét a Hegyvidéki Sportmaxban. A mintegy 50 eseményt felvonultató nagyszabású sportrendezvény sztár vendégei voltak Tímea Majorová fitness sztár, Matthias Hughes akciófilm sztár és Dennis Wolf testépítő világbajnok. A komplex sportgálán képviseltette magát a Sportcentrum és a Light Wellness Klub is. A Light Wellness az maga, a Light Wellness Klubban képviseltette magát markánsan ezen az eseményen, a mai nap folyamán, ezen a szombati napon. Tulajdonképpen a squash versenytől kezdve az aerobikon és a fitness vonalon keresztül át itt mindent ki lehetett próbálni ezen a napon. A squash versenynek ugyan már vége van, de a többi vonal az még folyamatosan tart és még körülbelül egy-másfél óráig tartani fog. Nagy örömünkre szolgált az, hogy a 12. kerületi lakosokhoz átment az üzenet, hogy ezen a napon ingyen kipróbálhatják a létesítményünket. Nagyon sokan regisztráltak be, és nagy örömünkre próbálták ki. Sokan jelezték vissza, hogy ezt az életformát ezt szeretnék folytatni, és reméljük, hogy továbbra is klubtagjainként tarthatjuk őket majd számon jövőben. A közönség egyebek mellett az aquafitness, a kajakpóló, a babamama torna, a jóga, a spinning sportolási lehetőségei közül választhatott. Nagyon sokféle program megy ma a Sportmaxba. Egyszer van egy fit parádé, ahol délelőtt happy dance versenyek, délután a Tímea Majorová modellverseny látható. A másik oldalon az uszodában spinning foglalkozásokat a Light Wellness szervezésében, ingyenes uszoda látogatás a önkormányzat szervezésében. Délelőtt aquasak versenyt rendeztünk, ami osztatlan sikert aratott. A hátsó labdarúgó pályán középiskolás focitorna van 8 csapat részvételével, délután kajakpóló bemutató lesz. A kajakpóló az egy kajakkal játszott vízilabda, hogy így rövidre zárjam. Én egyszer láttam a televízióba és megtetszett a középiskolásoknak nagyon nagy örömére, mert nagyon sokan jelentkeztek arra, hogy kipróbálják. Azért tűnik most talán kevesebbnek itt a résztvevő, mert itt két uszoda van jelenleg. Van egy sátorral fedett külső medence és van a belső medence, és egyszerre 50 főt tudunk csak fogadni. Kétféle bejutási lehetőség van a rendezvényre. Vannak a 12. kerületi lakosok, akik a lakcímkártyájukkal igazolva ingyen részt vehetnek az egész programon. Aki más kerületből érkezik, 1500 forintért mindenhol részt vehet, minden eseményt látogathatja. Rétai Gábor, a sportközpont igazgatója kiemelte. A rendezvény sikerét mutatta az is, hogy sikerült az önkormányzatnak a profitorientált cégekkel együtt megrendezni a fit parádét. Így a Sportmax látogatói a legújabb wellness termékekkel is megismerkedhettek. Jelenleg itt vagyunk a Sportmax nagycsarnokában. Tavaly novemberben nyitott meg a komplexum, a létesítmény önkormányzati beruházásból, és az első rendezvény volt a 7. fit parádé, ami Debrecenben működött sokáig, és most ide hoztuk őket a kerületbe, úgyhogy tavaly volt az első, itt idén a második, és egy szimbiózisban működik együtt a két rendezvény, ami azt jelenti, hogy itt a csarnokban látjuk a kiállítókat, az egészséges életmód, a wellness, a fitness, az aerobikkal kapcsolatos kiállítóknak a standjait, illetve a nagy színpadon vannak versenyek. Lesz a Majorová fitness verseny, Tímea Majorová többszörös fitness világbajnoknak a fémjelzésével. Aztán lesz happy dance gyerekeknek, és emellett az önkormányzati ingyenes, kimondottan a 12. kerületi lakosoknak van lehetőség úszni, aquafitness, aquasak, hegyvidéki barangoló lesz holnap, holnap lesz úszodában a második korcsoportos diákolimpiai úszóbajnokságunk döntője, amely nagyon vonzó rendezvény, és itt pedig, mondom, a csarnokban emellett a profitorientált promóter szervezi immáron 9. alkalommal a fit parádét. Van egy bejáratott úgymond köre a rendezvénynek, mind látogatottság szempontjából, mind kiállító szempontjából, úgyhogy ők már várják a kiállítók, hogy mikor lesz a következő, és bejelentkeznek, hogy szeretnének ők is megmutatni magukat, ők magukat megmutatni, különböző forgalmazott termékekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos termékekkel, eszközökkel, fitness egyébként és egy aerobik ruházattal. Tehát egy teljes komplex bemutatója van a fitségnek és az egészséges életmódnak. Két részre bomlott a csarnok, van egy profitorientált része, ami a bárki, aki idejön Budapestről vagy vidékről, neki egy kedvezményes 1500 forintos belépőjegyeket kell váltani a fit parádéra. Viszont az önkormányzat finanszírozza a 12. kerületnek az ingyenes belépési lehetőséget,
hegyvidéki karszallagot kapnak, gyakorlatilag ez a konkrét belépési lehetőség, és ezt az önkormányzat állja. És egyébként a haszna pedig az, hogy a Sportmax 14 napos, egy éves 14 napos önkormányzat napjából a lakosság ingyen jöhet be, és bármit kipróbálhat, az uszodától, a csarnoktól egészen a wellness, fitness részlekig, ami ugye a másik oldalon működik, a light wellness. Azt gondolom, hogyha az ember valóban akar magáért tenni, beépíteni a mindennapokba a sportos életmódot, a mozgásgazdag életmódot, az akarat kérdése. Mindig mondjuk, hogy nincs idő, nem érek rá. Nekem az a filozófiám, hogy az ember valamire akar, igazából akar időt szállni, akkor arra szán. És azt gondolom, hogy ezek a rendezvényeken is látszik, hogy aki akar, az itt van és csinálja. A sportcsarnokba ellátogató vendégek nem csak a különféle eszközöket, mozgásformákat próbálhatták ki, hanem számos szórakoztató programon is részt vehettek. Ilyen volt például a már hagyománnyá vált Fit Modell verseny is, amelyre több mint 20 lány nevezett be. Az előválogatás után 12 sportos hölgy jutott tovább. Ők már nem csak az 5 tagú zsűri előtt mutathatták meg bájaikat, hanem a nagy közönség előtt is. A zsűri saját bevallása szerint nem volt könnyű helyzetben, így a döntés előtti szünetben Király Viktor nem csak egy dalt énekelhetett el. Igaz, őt a rajongó tábor amúgy is visszatapsolta. Tíme a Majorová, Fit Parádi háziasszonya szerint nagyon erős volt a mezőny, szépek és izmosak voltak a lányok. Az első és a második helyezett között nagyon nehezen döntött a zsűri, így két főnyereményt osztottak ki, azaz a kaliforniai fotózásra nem csak az első, hanem a második helyezett is elutazhat. Nehéz volt a döntés, ugyanis a lányok nagyon szépen felkészültek, és elegánsak voltak, szépek voltak, szép volt a bőrük, az arcuk. Nagyon közeli volt az első és a második helyezett. A Zsuzsi gyönyörű volt, és ugyanúgy a Noémi, de az döntött, hogy a Zsuzsi egy kicsit izmos volt már, de tényleg egy pontról volt itt szó. De örülünk, hogy az első öt amúgy az összes zsűrinek körülbelül ugyanazon a helyen volt. Te is bajnok voltál, és milyen érzés volt látni most a dobogon másokat? Nagyon jó érzés, és meg kell mondanom, hogy most már nincs bennem ez a valamikor annyira szerettem versenyezni, és úgy dobogott a szívem. De hát ez már 2001-ben volt az utolsó verseny, úgyhogy azért az idő elment, és most már én úgy örülök, hogy már átéltem azt, hogy nyertem, átéltem a fotózásokat, úgyhogy én örülök, hogy valaki másnak tudok segíteni, és valaki más tudja lehet, hogy átélni az álmát. Jövőre is várhatunk téged vissza háziasszonyként? Persze, hogy valahogy minden évben összehozzuk ezt a Fit Parádét, és főleg, hogy most, hogy látom, hogy a lányok gyönyörűbbek évről évre, természetesen mindent meg fogok tenni azért, hogy itt legyek. A zsűri másik sztár vendége Matthias Hughes, hollywoodi filmsztár volt, aki először vett részt a sporteseményen, de megígérte, jövőre is eljön a Fit Parádéra. Ez egy fantasztikus show. Nagyon sokan jöttek el, és mindenki nagyon izgatott. Barátias hangulat fogadott, az emberek nagyon kedvesek. A szervezők is kiváló munkát végezte. A nézőközönségben ülő lányok sem unatkoztak, nekik is jutott egy kis szórakozás, hiszen a verseny után a Germán Godzillának nevezett Dennis Wolf bodybuilder mutatta meg izmait közvetlen közelről a közönségnek.